Tavaly augusztusban még javában zajlottak a felújítási munkálatok. A nyírbátori Bátori Anna Református Általános Iskola udvara 2024 év elejére készült el, tavasszal pedig a teljesen felújított konyha is megkezdte működését. A beruházás zárásaként átadó ünnepséget szervezett az intézmény. 4000 négyzetméter kapott új burkolatot, ez jelenti a térkövet, az új sportpályát, a rekordtámborításokat. Egy multifunkciós sportpálya készült, a gyerekeknek játszótér két helyen is, hogy az alsó tagozatosokat és a felsős tanszobásokat külön tudjuk választani. Egy futópálya is készült, és egy kondipark. A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda 12 éve a helyi egyházközség fenntartásában működik. Az épületet pedig 2022-ben kormányzati támogatással meg is vásárolták az önkormányzattól. Erre a kormánytól az általános iskola 1,3 milliárd forintos, az óvoda pedig 400 millió forintos forrást kapott. A Bátori Anna Református Általános Iskola és Óvoda összesen több mint 1,7 milliárd forint támogatást kapott. Ez annyiban speciális ez a támogatás, hogy duplán tudtunk ezzel adni. Az egyház kérésére nem csak az egyház gazdagodott ezzel a támogatással, hanem a város is, hiszen a támogatás jelentős része ingatlan vásárlásra fordítatott. A város jutott ezáltal a bevételhez, tehát ez a református egyház egy olyan konstrukciót tudott le nyomni a kormány torkán, persze ez nem volt túl nehéz, amivel mind az egyház, mind a város is jól járt. Az ünnepségen a város polgármestere elmondta, az intézményben 2016-tól folyamatosak a fejlesztések. Bár most egy beruházást, egy felújítást adunk át, de látni kell, hogy ez egy több mint 10 éves folyamatnak az eredménye, amikor a református egyházközség itt Nyírbátorban átvette az iskolát, és azóta minden évben fejlődik, bővül, átalakul az intézmény. Ebben vannak uniós pályázatok, van kormányzati támogatás, és hát közben még a tulajdonába is került az egyháznak, és mernénk kijelenteni, hogy a végéhez értünk, de tudjuk, hogy mindig vannak újabb feladatok. Bár azt el kell mondani, hogy ez, ami az elmúlt 10 évben megvalósult, ez több milliárdos fejlesztés ennek az intézménynek az életében, és nem csak az intézmény életében fontos ez, hanem a város életében, hiszen az oktatás, nevelés egy közösség számára talán a legfontosabb küldetés, és ebben nagyon fontos a különböző szereplőknek az együttműködése. A térség országgyűlési képviselője azt emelte ki, 2018-tól 14 milliárd forint összegű támogatás érkezett a környező településekre az oktatási, nevelési infrastruktúra fejlesztése céljából. Ennyi támogatás a rendszerváltás óta nem érkezett oktatási nevelési támogatás címén. Tehát az oktatási nevelési intézmények infrastruktúrális fejlesztéséről beszélek. Ebből 20 bölcsőde épült, 12 óvoda újult meg, illetve épült, és emlékeim szerint 19 iskolát tudtunk felújítani, míg ebből a 14 milliárd forintból 7,8 milliárd forint az egyházi fenntartású intézményekbe ment, jelesül ide a Bátori Anna Református Iskolába. A Bátori Anna Református Általános Iskolába jelenleg 18 osztályban összesen 440 gyermek jár. A diákok a testnevelés órákon, szünetekben, oktatás után és edzéseken is használják a multifunkciós sportudvart.